A kivitelező konzorcium szakemberei az elmúlt héten sajtótájékoztatón számoltak be a régi szemétlerakók kistérségi szintű rekultivációs munkáiról. A rekultivációs munka környezetvédelmi célokkal folyik, hiszen az évtizedekkel ezelőtt nyitott és használt lerakók minden óvintézkedés nélkül létesültek. Ezek a hulladéklerakók annak idején teljesen, mondhatjuk úgy, hogy természetes úton keletkeztek, azaz a város végére, falu végére az emberek kihordták a szemetet valamilyen gödrökbe, ami általában valamilyen anyagnyerő hely volt, és random módon elszórták a szemetet. Ez a szemét közegészségügyi veszélyforrás egyrészt közvetlenül, másrészt közvetetten az átszivárgó, illetve talajvíz útján a talajvizet, talajt tudja szennyezni az ebből kimosódó szennyezőanyag. A rekultiváció a régi szemétlerakók teljes átmozgatását jelenti, ezt 5 lerakó esetében végzik el. Ez a projekt jelenleg itt a térségben 5 hulladéklerakót érint, Kisújszálláson 2-t, Kunmadarason, Berekfürdőn és Karcagon 1-1-et. A rekultiváció azt jelenti, hogy ezeket a lerakókat égeredményben elzárjuk, elszigeteljük a környezetétől, megakadályozzuk, hogy a továbbiakban ebből szennyezés kimosódjon, vagy bármilyen egyéb úton a környezetbe jusson. Tehát tulajdonképpen a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezeket a lerakókat úgy összerendezzük, hogy talajvízzel ne érintkezhessen, és úgy lezárjuk fölülről, hogy az átszivárgó csapadékvízzel se érintkezhessen, illetve senki, se rágcsáló, se ember, senki ne érhessen a hulladékhoz, és semmilyen módon ne keletkezzen fertőzés, vagy bármi szennyezés ebből. A hulladék tömeget nagyrészt megmozgatják és rostálják. A hulladék tömegnek azt a részét, amelyik azon a területen van, amelyiket végeredményben a hulladék rendezett formája el fog foglalni, ahhoz nem nyúlunk. Azt a hulladék tömeget, amit azonban átmozgatunk, amit ahol valamilyen területről, amit később megtisztítunk, teljesen áthalmozzuk erre a maradék területre, ezt a hulladékot azonban mindenképpen rostáljuk. A rostálás során két frakcióra különítjük el alapvetően. Az egyik a nagy darabos hulladék, ami a depónia hulladéktestnek a részét képezi, és a hasznosítható anyag frakcióra, ami egy apró, földszerű állagú törmelékes anyag, ami bevizsgálás után megfelelően szennyezetlennek minősíthető, és minősítés után takaró rétegként kerül a lerakóra. Ez azt jelenti, hogy ennek az anyagnak a beszállítását megtakarítjuk. Tehát ez semmilyen módon nem jelent máshol környezetkárosítást, hogy kiszedjük, nem jelent a szállításra környezetkárosítást, szennyezést és költséget is megtakarítottunk vele. Itt takaró rétegként hasznosul, és erre természetesen rákerül egy vízzáró szigetelés, és továbbiakban tiszta termőföld takarást is kap, amin növényes ültetésére, füvesítésre kerül sor. Az így biztonságossá tett területekre a későbbiekben is lerakóként kell tekinteni, mondja a szakember, csak ennek ismeretében hasznosíthatók később is. Ezek a lerakók lerakók státuszban maradnak továbbra is, tehát ezek rá lehet menni a területre, veszélyt nem jelent ilyen formában, de mindenképpen ez egy külön kezelendő kategória, semmi házépítésre vagy mezőgazdasági termelésre nem kerül sor a belátható jövőben. A munka során nagyon sok hulladék kezelését kell elvégezni. Sok százezer köbméter hulladékot érint az egész, ennek egy része az, amihez valóban hozzá is nyúlunk és áthalmozzuk. De ez nehéz jelen pillanatban megbecsülni, mert vannak tervek, de ezek a organikusan fejlődött hulladéklerakó esetén ezek a tervek, ezek valamilyen felmérésen alapulnak, a végeredményt látjuk, amikor a kivitelező tényleg hozzányúl, hogy egy gödör milyen mély és milyen széles és mennyi hulladék van benne. Hát összességében azt mondhatjuk, hogy sok százezer, több százezer köbméter hulladék megmozgatására kerül sor. Karcagon előreláthatólag a jövő nyárig tart a kistéglagyári régi szemétlerakó rekultivációja. A karcagi hulladéklerakó rekultivációjának kezdése egy kicsit elhúzódott, mert itt a szerződéskötés körül is voltak némi bonyodalmak, így később fejeződik be, mint a többi, de várhatóan határidőre ez a 2013 nyarán be fog fejeződni. Ez azt jelenti, hogy ez a lerakó készen van, füvesítve van, lehet, hogy a fű még várat magára, hogy egy kicsit kinőjön, attól függően nyáron mennyi csapadék lesz, de
augusztusra ennek készen kell lenni, és készen is lesz. Jelen pillanatban már a hulladék áthalmozása folyik, tehát minden reményünk megvan arra, hogy tulajdonképpen inkább én azt mondanám, hogy a tavasz során itt már láthatóan kialakul az a depónia, ami végeredmény lesz, utána már csak a különböző takarórétegek fölhordására és a füvesítésre kerül sor inkább a nyáron. A karcagi rekultivációs munkák az időjárástól függően télen is folytatódnak, a szakember szerint így tartani tudják a határidőt.